Gyurcsány Ferenc is megszólalt a szombati demonstráció után. A DK elnöke közösségi oldalán szórt oda Magyar Péternek, ahol azt írta, idézem, vannak választók, akik kitartanak egymás mellett, és nem dobják oda meggyőződésüket a pillanat ígéretéért. Kunhalmi Ágnes pedig már most arról beszélt, hogy baloldali összefogás nélkül nem fog menni 2026-ban. Magyar Péter tüntetéséről a Korányi Dávid szervezete által megkörnyékezett külföldi újságíró írt pozitív cikket. Ez a ma esti első témánk, Fábián Barna folytatja vendégével. Nagyon szépen köszönöm, Pindok Tanás a vendégem, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gyurcsány Ferenc kivárt, most esetleg neki a tantusz, vagy nem gondolta, hogy ez így alakul? Mert most a közvéleménykutatásokat nézem, a Magyar Péter féle formáció, meg a DK 13%-on áll. Tehát ugyanaz a kérdés, hogy meddig marad, de most így van. Igen, úgy látszik, hogy kivárt eddig Gyurcsány Ferenc, megvárta ezt a hétvégi demonstrációt, és úgy látta, hogy sokan vannak. Ahhoz képest, amihez képest mondjuk az ő tüntetésén kevesen voltak néhány héttel ezelőtt. Az ellenzék úgy látszik, hogy az ellenzéki pártok nem nagyon tudnak megmozgatni embereket. Civilek, úgynevezett civilek, az influencerek sokkal jobban megmozgatták az embereket, és úgy tűnik, hogy Magyar Péter is megmozgatott néhány tízezer embert, az ellenzéki szavazókat, ezt rögtön szögezzük le, mert hogy az ellenzékre veszélyes Magyar Péter feltűnése a közéletben. Egyértelműen Gyurcsány Ferenc ezért is posztolt, úgy látszik, hogy több ellenzéki pártnak elkezdett remegni a lába. Nagyon sok baloldali politikus is megjelent ezen a tüntetésen. Magyar Péter azt mondta, hogy a tüntetésen jelenlevők közül gyakorlatilag 20% a kormánypárti politikusot. Abból a tömegben hogy szóltak ki kicsoda? Hát ez egy érdekes meglátás, nem tudom, hogy onnan a színpadról mit látott ő. Nem ilyen számháborús rá volt írva, hogy milyen színpad, igen, nem én csak ellenzéki politikusokat láttam, Tordaitól kezdve Juhász Péteren keresztül, akik az elmúlt években is aktívak voltak, sőt, tehát a dollár baloldal tagjairól beszélünk, és azért azt se felejtsük el, hogy Magyar Péter már a baloldali ellenzéki beavatási ceremónián is átesett a Spinoza házban, mert hogy ez ott történt, ahogy egykoron Vona Gábor, a Jobbik néppártosodása kapcsán, és Márki-Zay Péter is. Ez egy ilyen kapu, úgy látszik a baloldalra, hogy ezen át kell mindenképpen menni. Rangos Katalinnal kell ott beszélgetni, hogy tagjai legyenek a baloldali elitklubnak, és úgy látszik, hogy Korányi Dávidék is elkezdtek aktivizálódni, mintha Magyar Pétert kiszemelték volna, és az ő emberük lenne a következő években. Ha már a dollár baloldalt említett, most kiderült, olvasom a reggel újság, Magyar Nemzet meg az interneten is, hogy egy újabb ügyvéd felt fel 500 milliót megint abból a pénzből, amit a Híd ZRT utalta volna 1,5 milliárd. Ez nagyon érdekes ügy azért, tehát így készpénzzel, több százmilliós készpénzzel dobálóznak ezek az ügyvédek, meg a főváros, meg a befektető cég, aki ezt a híd, Lánchíd felújítást végezte. Ez nagyon furcsa, felmerül azért itt a pártfinanszírozás gyanúja is, azért még ne rohanjunk előre, hiszen vizsgálatok vannak, a NAV és a rendőrség vizsgálódik, de az mindenképpen érdekes, hogy letéti számlákra ügyvédek készpénzben vesznek fel pénzeket. A másik oldalon megemlékezhetünk Karácsony Gergely ládikás botrányára, ott meg készpénzben fizetnek be pénzeket mikroadományként. Nagyon érdekes konstrukciók mennek az ellenzékben, az elmúlt években mentek az ellenzékben, meglátjuk, hogy mi lesz ebből az ügyből, a hatóságok vizsgálódnak. Karácsony Gergely főpolgármester úr megint azt mondta, hogy hát nincs itt semmi látnivaló. Hát igaz, 4,5 éves nincsen ott semmi látnivaló. Karácsony Gergelynek ez egy bevett politikai húzása, hogy amihez valamilyen köze van a fővárosnak, vagy a fővárosi közgyűlésnek, vagy a főpolgármesteri hivatalnak, főleg ilyen korrupciós ügyekben, akkor ő mintha ott se lett volna. Már ott tartunk, hogy a Lánchidat sem újították föl, hát miért újították volna föl, de hát felújították, és nagyon gyanús pénzmozgások voltak ezeken a számlákon, és nagyon gyanús ügyvédek vannak ebben az ügyben benne, és nagyon gyanús az, hogy készpénzben vesznek föl több százmillió forintot. Ha már főváros, Szentkirályi Alexandra, ugye a kormánypártok főpolgármester jelöltje, azt mondta, hogy Budapestet ki kell takarítani. Hát nagy munka lesz. Egyébként Tarlós Istvánnak sikerült 2010-ben 2010-ben lett főpolgármester, és az ő ciklusa, két ciklusa az egy nagyon sikeres ciklus volt. Ugyanekkora munka vár az új főpolgármesterre is, legyen az fideszes főpolgármester, nagy munka lesz, de látjuk, hogy az elmúlt 5 évben szinte semmi nem történt a fővárosban, csak botrányra halmozott Karácsony Gergely. Magyar Pétertől idéznék két dolgot. Azt mondja, hogy elkérdezte tőle, hogy kit akar leváltani. Azt mondja, hogy a miniszterelnököt, a kormányt, az ellenzéket, mindenkit. Mindenkit. Most előkerült egy ember, aki az elmúlt 14 évben nagyon jól élt a Fidesz kormányzása alatt, hiszen különféle cégek, állami cégeknél volt vezető megbízású igazgató, felügyelőbizottsági tag, akkor nem tűnt föl neki, hogy ez a rendszer ez rossz. Érdekes módon, amíg a fizetését kapta, addig minden rendben volt, úgy tűnt legalábbis, és amikor eltanácsolták, ezt Varga Judittól tudjuk, amikor eltanácsolták, akkor sértődött ember lett, és lő mindenkire, aki mozog, mindenkiben Rogán Antalt látja például. Azt is, majd általánosságokat mondott, ugyanak konkrétumokat nem említett, néha olyan érzésem volt, hogy máshonnan is hallottam már ezt, azt mondja, akinek nincs földje, azok kapnak földet. Hát miből? Hát azt valakitől el kell venni. Régi római jogi definíció, hogy nemo possiulis ad alium transfere potestum, ami pszichapa senki nem ruházhat másra több jogot annál, mint ami neki van. Nagyokat kell mondania. Magyar Péter belépett a közéletbe, a politikai színpadra, és minél nagyobbat mond, azt gondolja, hogy a lájkbajnokság, tehát hogy a politika az egy lájkbajnokság. Tényleg mennyire tükrözi a közösségi lájkat? Igazából Jakab Péter példáján tanulhatna. Tehát Jakab Péter volt az egykori Jobbiknak az elnöke, a lájkbajnokságokat nyerte, aztán az baloldali előválasztáson hát nagyon leszerepel, tehát még ott sem volt sikeres. Tehát ebből tanulhatna, ebből a példából. Ez nem lájkbajnokság és nem 100 méteres síkfutás, hanem maratoni. A politika az egy maratoni versenyszám, tehát lehet, hogy az elején most Magyar Péter ki akar lőni, de nagyon sok van még 2026-ig is. Több mögött látom az Európai Parlament épületét. Dezső Tamás is mondja, hogy megint piszkál Magyarországot, hogy is mondjam, csak pontban is megint Magyarországnak ugrana. Nem meglepetés a dolog, néhány hónap van hátra az Európai Uniós választásokig, és az Európai Parlamentben baloldali kommunista zöld többség van, sőt, hát a magát jobboldalnak nevezi ez a Európai Néppárt, valójában persze a mi fogalmaink szerint ők nem jobboldali nemzeti konzervatívok, ők is támadnak minket, és ez alatt a néhány hónap alatt még mindenféle támadást megpróbálnak Magyarország ellen intézni, ahogy az elmúlt években is megtették, de hát hatástalanok ezek a támadások, látható. Most úgy látszik, hogy bővül az ellenzék Magyarországon Magyar Péterrel, a szombati beszédében ő is végig támadta a kormányt, az elmúlt, amióta márciusban feltűnt, csak a kormányt támadja a legnagyobb lelkierővel. Érdekes, mert magát még jobboldalinak mondta az elején, most már liberális is, mert néhány héttel ezelőtt a Spinoza házban már azt mondta, hogy ő liberális. Érdekes egy átalakulás ilyen gyorsan, egyik napról a másikra. Lehet, hogy a vidékre megy, akkor már kisgazda lesz, még nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. Úgyhogy kíváncsian várjuk az Európai Uniós tárgyalásokat is a parlamentben, és Magyar Péter további politikai álmokfutására is kíváncsiak vagyunk, hogyha már ilyen magasra tette a lécet, hogy alatta átmegye, vagy leveri. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.